Na, pálinkás, jó éjszakát! Egy pillanat, elfelejtettem fölkapcsolni az egyik lámpát. Na, most már jó. Bocsász. Szóval, még így is látszik egyébként így itt, hogy itt egy kb. Hát, itt valahol itt, hol van itt. Látszik a széle. Ha közelebb tenném a lámpát, akkor nem látszana még ennyire se, csak akkor meg belelógna a képbe. Jaj, elrontottam. Pillanat. Oké. Nem jó indítottam megint, úgyhogy majd mindjárt. Ó, hála az égnek, valami frissít, egy pillanat. Ó, a Detroit frissített. És az vajon mit jelent? Hibajavítás, mi? Csak. Na jó. Mondom, könyvtár. Siket. Oké. Na de jó, de legalább nem indult el, szóval ennyiből jó. Na. Akkor hadd szóljon. Szandi Norbi, sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok. Úgyhogy legalább nem magamba beszélek itt, mint egy hülye. Na, ha minden jól megy, és hogyha holnap lesz időm, akkor holnap megcsinálom a tech videót az egérről, illetve lesz még két konzumer termék. Milyen reggeli? Bocs. Ajzé, a kilövés. Hát ma lőtték föl a SpaceX-nek a Dragon Crew második, tehát a második élő emberes kilövés volt ma hajnalban nálunk, 5 óra 50 perckor. És először nézem a Twittert, reggel ugye törögetem a csipát a szememből, meg iszom a kávémat, és akkor meg szoktam gyorsan nézegetni. Persze van, ez már a második. Na mindegy, és akkor meg szoktam nézegetni ilyen Facebookot, csak ilyen 5 percre, aztán Twitteren szoktam garázdálkodni. Ezt nézem, mondom, passzus, azért a SpaceX twittelt, meg a NASA is, hogy 5 perc a kilövésig. Mondom, mi van, ez ma van, meg minden. Az tényleg eltelt 5 perc, azt látom, a ház mögül jön ki a fény, ugyanis ilyen körülbelül 60 kilométerre van Cape Canaveral, ahonnan kilövik őket. Közben átteszem. Szóval nincs messze. És tiszta időben gyönyörűen még jobban lehet egyébként látni. Csak hát ugye sajnos a telefon volt nálam, úgyhogy azzal videóztam. Na, következő. Nem tudom, visszanéztétek. Ez most, azt hiszem, hogy ez még az ISS-re megy, az International Space Station-re. Ott tartottunk, hogy az idióta, idegesítő, hülye picsát megmarta az őslakos, és ettől ő is altered lett. És természetesen abban a pillanatban, hogy rájött, hogy neki van ez a hatalma, rögtön izét meg akarja mutatni, hogy ki a háznál az úr. És természetesen 600-szor erősebb, mint mi vagyunk. És pont egy olyan hülye helyszínen kapott el, hogy esélyünk nincs az inventory-ba variálni, hogy más fegyverünk legyen, vagy más skillt rakjunk be. Szóval szopás. Úgyhogy valószínű, hogy ez sokáig fog tartani. Úgyhogy majd meglátjuk. Ráadásul a szilánkos skillünk az nem is hat rá semmit. Úgyhogy baszhatjuk, úgyhogy ez eleve kilőve, és egyszerűen nincs idő arra, hogy áttegyen másra. Mert hát ugye erre abszolút nem számítottam, hogy ő is altered lesz. Úgyhogy majd meglátjuk. De ezzel fogok szívni rendesen, és egyszerűen hiába nyomom be még a cutscene előtt az inventory-t, egyszerűen már nem bírok belépni, mert már rakja is be rögtön a csatába. Szóval esély nincs variálni.
De egyébként ez kurva jól néz ki. Ezt álmomra nem gondoltam volna, hogy össze fogunk futni ős lakosokkal. Azt hittem, hogy csak ilyen állatok lesznek. Megpróbálom most gyorsan megvariálni. De az a baj ugye, hogy az eszkel se lehet lepauszézni, szóval egyszerűen ha nem találok egy nyugis helyet ilyen 4000 km távolságra tőle, ahol tudom cserégetni a skilleket, akkor nincs esély változtatni sem a fegyvereken, sem a skilleken. Igen, elvileg, hogyha ha lesz időm rá megcsinálni, ugyanis az Outriders-t is nyomni kéne. Aha, és már rakja is be. Megpróbálok távol menni tőle. Aha, mert már rögtön... Ó, és lezárja az utat, hogy még véletlenül se tudjak. Basz meg, már küldi rám a izét. Skill. Ezt gyorsan ki kell cserélni. Oké. Kapjuk. Aha, hú, nagyon kaptuk, de legalább ki tudtam cserélni a skill. Ez jó. Ó, és lehet rá szokkolni, oké. Na jó. Azt hiszem ez a hírelős, ugye? Ujj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 
meg. Nem baj, kicseréltük a skillt. Nem baj, ez a lényeg. A skill ki van cserélve. Hát nem tudom, majd meghívjuk a szállhat, hogy lesz ideje, akkor eljön, ha nem, akkor megpróbáljuk kinyitni. And let Dr. Zahiri examine you. Nah, I think I'm gonna have a little fun with this. Bailey, you need to listen to me. Oh! You think you can have all that power to box it around? Well, not anymore. Get in! I pass meg! Mi a faszomba akadt föl a izén mellett? Pass meg! Ez így nagyon-nagyon-nagyon szopás lesz. Semmivel se bírom lesztánnolni. Talán lebírnám lassítani, de ahhoz közel kell menni, nagyon. Oké. Bailey! You need to listen to me. Próbáljuk meg. Bullshit! You think just because you have all that power you can boss me around? Well, not anymore. I'm taking you down. Bazd meg, nagyon kapjuk. És ez nem bírok. Na, ezt elkúrtuk. Nem, egyszerűen nem bírok annyit hílelni, bazd meg, hogy jó legyen. Azt a kurva életet. Hú, de nagyon meg fogjuk szívni ezt. Azt meg pedig én nyomtam előbb a kurva skillt. Az a baj, nem nagyon van idő ám szétnézni még fegyverek között.
You think just because you have all that power you can boss me around? Well, not anymore. I'm taking you down. Eat this. Oh, boss mech. Ezzel nagyon sokáig fogok szívni, ezt már most mondom. Meg. Nézd meg, bazd meg! Kapja, de nem eléggé. Hú, basszus. Hogy a faszomba tudja ennyire? Bullshit! You think just because you have all that power you can boss me around? Well, not anymore. I'm taking you down. Esély nincs így közelről. I don't know how you just went and saved the altar, but why don't you calm down and let Dr. Ziggy say it? Ready? Nah. I think I'm gonna have a little fun. Bailey, you need to listen to me. Nézd meg, fuck meg! Not anymore. I'm taking you down! Nem bírok annyit visszahírálni, mint amennyit leszed. És mellettem jött ki, bazd meg, a skillje, és mégis sebzett rám akkorát, hogy meg is döglöttem. I don't know how you just went from zero to altered, but... bazd meg. Ezt nem hiszem el. You need to listen to me. Bullshit. Alig sebzek rajta. You think just because you have all that power you can boss me around? Well, not anymore. I'm taking you down. Nincs esély. Nem tudom, hogy mi a faszommal kéne sebezni. Bullshit! You think just because you have all that power you can boss me around? Well, not anymore. I'm taking you down. Meg.
hogy a faszomba sebez, basz meg többet, mint én. Oké. Aha, hogy ez nem megy el olyan messzire. Az nagyon jó. Lófasz nem sebzek rajta, bazd meg. Az a baj, hogy minden skillhez közel kell menni. Hogy kiugrottam belőle. Gyerünk. Hú. Közel vagyok egyelőre, de ilyenkor fogom megszívni. Bassz meg, tudtam. Eddig ez volt a legközelebb. Na jó, gyerünk. Okay, ez kell nekem. You think just cuz you have all that power you can boss me around? Well, not anymore. I'm taking you down. Think about what you're doing. Oh, believe me, I'm loving every minute of it. Hú, bassz meg. Nem akarlak bántani, miért? De én akarlak téged bántani. Bassz meg mellé! Ez kár volt elbaszni. Oké, felénél vagyunk. Bassz meg, nem bírok annyit visszahílelni. Pedig muszáj. Ez az? Jó? Eddig jó? Ez hogy a faszomba? Megint az oszlopon keresztül. Igen. Ő most lett altered. Na várjál. Az a baj, hogy ezt már nem... Várjál. Hagyom ezt, hogy lássátok, ha nem néztétek vissza. Szóval ez történt. Ez az a kurva idegesítő csaj, aki elfogta a izének a fogadott lányát. There's a big storm brewing. Warn the others. We need to find shelter.
azt arra mondtad, Szandi, hogy mondta a srácok, hogy nem akarlak bántani, és akkor kérdezett, hogy miért, én viszont akarlak téged bántani. Ez az idióta, ez elejétől fogva utáltam ezt a hülye picsát. Szóval a hülye picsa azt hiszi, hogy az alien a natív csinálja izét, a vihart. Közben ő nem, ő pont az, hogy meg akarja menteni a többieket. What exactly is your friend doing? Bailey! Fuck! Look at this fucking thing! It's making the fucking storm! No, wait! It's not what you think! Már rég lelőttem volna a picsába ezt a hülye csajt. August is helping us! No shit! Bailey, you need to stand down! No, I don't think so. Think maybe I've gone far enough on your little death march. Think I'm going back to Corrigan and taking this freak with me! Come here! Szerencsétlen August nem tudott mit csinálni. So this is what it feels like. Bailey, be careful. You don't know what this energy could do to you. Oh no. Go. Go! Really? No. You don't want to do this. You could not be more wrong, freak. Remélem beledöglik be az meg a, amúgy is a izébe. Nah, I think I'm gonna have a little fun. Just because you have all that power, you can boss me around? Well, not anymore. Gyerünk. I'm taking you down. Okay. Okay. Nem bírom eléggé eltalálni. Megint nem engedte beadni a kurva skill. Pedig már aktív lehetett volna. Igen. Hát azért, mert akaratlanul is altereddé tette az őslakos Augusta. Ezt a hülye picsát. Ez a baj. Hát jó lesz bevédeni magunkat. Ez a baj, hogy... Ez kell, mert hogyha esetleg közel... töltünk újra, az is sebzi valamennyire. Oké. Oly, bazd meg! Ez annyira idegesítő, hogy átlő minden szaron. És ugye én ezt nem látom. Közben újraindult a skill, nagyon jó. Nézzük, nem bírtam kidodzsolni, bazd meg.
addig jó, amíg lassítja ez a szar. Ó, bazd meg éppen, hogy... Már ugrani nyomtam, de későn. Nézd meg, ezt nem hiszem el, baszd meg. Áú! Meg hiába dodzsoltam, faszok! Töltsed már! Á! Bassza meg! Az előbb már egész faszán legyűrtük. Ez mindig ilyen rohadék volt, csak az volt a baj, hogy most még hatalmat is kapott. Okay. Bailey, I don't know how you just went from zero to home, but why don't you calm down? And you're not supposed to be safe. You know, you can have a little fun with this. Bailey, you can't do it. You think just because you have all that power you can boss me around? Well, not anymore. I'm taking you boss down! Boss Mac! Bazd meg! Hogy ide ugrott már? Eddig ezt nem csinálta, hogy ennyi ekkorát ugrott. Na gyerünk, a megfelelő időzítés a lényeg. Oldalra? Oké, okay. Bejöttünk fedezékbe, de lófasz nem szedtem még le róla. Hú, basz meg éppen, hogy... Ó, ezzel nagyon nagy szívás lesz még. Oké. Oké, eddig jó. Bazd meg! Why? I wanna hurt you. Kettőt csinál, bazd meg! És ezt hogy csináltam mögöttem, bazd meg?
Bazd meg, egyszerűen nem bírtam időbe rányomni. Ez mindig ilyen rohadék volt, a televe ki akarta nyírni a Jakubnak a izé, a fogadott lányát. Oké, okay, küldjük rá előbb ezt. I don't know how you just went from zero to alter. Az a baj, az anomáliai képességeit, azt nem lassítja. Anyádat! Mi az, hogy itt too easy? Nézd meg, nem bírt. Egyszerűen nyomom a dodge-ot és baszott kidodzsolni. Megint varázsol a rohadék. Közel kell menni. Sajnos muszáj megkockáztatni. Felénél vagyunk, úristen. Áú, pont beledodzsoltam, bassza meg! Oké, legalább van már időlassítós tudsz. Meg kell várni, míg eldobálja a szarait. Dobáld már el. Oké, okay, mindjárt meg lesz. Oké. Okay. Né, meg triplán küldi a rohadék. Hú. Most oda kéne jutni a resztokládához, gyorsan. Oké, okay. Csak nem látom, hogy mi a fasz csinál, mert ott megint a fán keresztül rohadjon meg. Hú. Oké, okay, megvan az összes skill. Na gyere ki! Meg fogjuk szívni! Gyerünk! Jó, nagyon jó! Látod? Hármat küld! Jó, futás. Közelebb kell menni. Még jó lenne, hogyha meg lenne még a másik két skill. Mert még egyszer, hogyha ráküldöm az összeset, akkor talán van esélyem megfogni. Áú! Egy, kettő, három. Oké. Okay. Gyerünk! Ez az! Ez az!
No! You don't win this! Ne a faszom, izé! Ciklovagnak képzeled magad? Teljesen nézd meg, hogy eltorzult az arca. No! No, wait! Wait! No! 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 Ögyni! Faszomat, te nem voltál könnyörületes, én miért legyek? Her spinal cord's most likely severed. If she survives, she'll never walk again. Good. She can watch the monsters eat her liver. Let's go. Ne élje túl. Mi az, hogyha túléli fog járni? No! Mi van? Ki akart írni, bazd meg? We need to bring her. Meg a faszomat! I will take care of her personally. I would do the same for anyone. Te hülye vagy? Hát téged akart kinyírni. Na, hé, azért finomabban. Okay. Now the no bullshit version. Okay. Na, mi a faszom, mi akarsz vigyázni rá? My vision of the meadow. I've been seeing more of it. Bailey's in it. How's it supposed to come true if she's not with us? Oh, bazd meg. In your vision. Pont ezt akartam kérdezni. Ajajajajajaj! Azt kérdezte, hogy a látomásodban mindenki ott van? És nagyon ránézett Jakubra. I don't know. Have you told him? Mondtad neki? He doesn't listen. Nem hallgat meg. To anything I say. Soha nem hallgatja meg a csajt. Hey, Jakob, we need to talk. There's... I don't know how to say this, but... this could turn ugly for some of us. Whatever you're rambling about for gadgets, I need to get the truck ready. Yeah, but just li- What? We die here, there? What's the difference? Hell, we should both be dead 100 times over. Every minute we are still breathing is already a bonus. So shut up about it, yeah? Ja, szóval Jakub pont leszarja, hogy meg fog halni esetleg. Oké. Okay. Na. Először is. Nézzük, miből élünk. Ez mi? Aha, ez hílel. Nem rossz, mondjuk. De szerintem én ezeket most már lebontom a picsába, majd lesz másik. Ja. Lebontom a francba, mert csak tartogatjuk itt őket, azt sose fogjuk használni. És viszont jó cuccok lehetnek benne. Ha ma abban a pillanatban, hogy rájövünk, hogy hogy kell összerakni saját fegyvert. Pisztolyjal mi a helyzet? Mi az az aranypisztoly, bazd meg? Vagy aranyozott? Akiket megsebzünk ezzel a fegyverrel, azok lelassulnak egy másodpercre. Nem rossz. És ez? Ó, ez meg ez... Ez állatul néz ki.
Próbáljuk már ki ezt. Aztán meglátjuk, ezek meg maradjanak egyelőre. Jó. Ruhával nem szarakodok. Mehet mind a picsába, nem tartogatunk semmit. Ez mit tud? Aha, hogyha 30% alá esik az életünk, akkor mindenki felgyullad 10 méteres körzetbe. Ez nem biztos, hogy rossz. Azt megtartjuk. A többi mehet a picsába. Hát ez a milli, ez mekkora fasság. Az az egy darab milli cucc, amit tudunk csinálni, az lófasz. És ráadásul elég sokszor közel se tudunk menni az ellenfélhez. Na jó, nézzük, accolades. Mit kaptunk? Nagyon jó. Mondom, nagyon jó, oké. Okay. Class pointunk még nincs. Oké, itt ezzel nem igazán foglalkozunk. Itt van már egy csomó journal. Oké. Na. Gyorsan itt szétnézünk. Hát, ha akad valami. Ha arra nem lehet menni, akkor arra semmi. Az ott egy lépcső, szóval lehet, hogy még később el tudunk menni arra. Na, gyerünk! Itt nagyon szerintem nem lesz lófasz se. Csak sikerült a pisztolyra váltani, harmadszorra. Ja, ez csak lesz, oké. Ó, hogy ilyen közel van a kocsi. Meg az egész tábor. Na, erre már nem is emlékeztem. Nem beszélgetünk senkivel, megyünk tovább. Let's go. Egyébként amúgy... Hát még mindig bazd meg kibaszott sok van a mapből. Még a felénél sem vagyunk. Azt már majdnem 30-as szinten vagyunk, ami a legnagyobb szint a játékban, ami elérhető. Jelenleg, hát aztán később gondolom majd kibővítik. Minden esetre elég hullámzó élményem van ezzel a játékkal, mert némelyik pálya kibaszott jól néz ki, némelyik egy vicc, a terepelrendezésről inkább nem is beszélek, meg hát ez az meg, hogy mindig 6 szinttel erősebb, meg még több és még több és még több ellenfél, és ebbe kimerül a kihívás. Ez egy kicsit nevetséges. Mi a faszom az a másik autó? Hold up! Movement in the trees behind us, it's Kay. Probably wants his revenge. Nah, you can get in line. Hogy ő most... Követni akar minket? De az mozgott az előbb, nem? Mi a most elindultunk, de mégse? Vagy már odaértünk, ahova el se indultunk? Vagy mi a fasz? Hát meg jó nagy bejárható rész van itt már megint. Gondolom majd erre kell tovább menni, az már látszik, mert mindig az a tipikus kőrakás. Vagy akadály. Kang has followed us far enough. Time I finish this. Kang may talk a big game, but don't count on him showing up. He'd rather leave the dirty work to his fighters. Well, that gives me something to look forward to. I'll be back after I deal with these assholes. Okay, erre is később lehet tovább menni. Mit szó is mehetnénk egyébként a pariba, vagy hova?
ahol ki lehet nyitni a második ajtót, az Outriders öröksége, azt meg se csináltuk. Pedig azt mondtam, azt az egyet, azt meg kéne csinálni. Aha. Jó, fasza. Na, kezdődik, gyerekek. Mi ez a nagy hősies zene? Várjál, lehet, hogy ki kéne cserélni a skillt, mi? Gyorsan. Visszacserélem. Oké. Okay. Na, mi van, az még... Ja, azt hittem, hogy az még él. Most kérdés, hogy az a gránát volt, az a bűzös genyó? Ó, bazd meg, én azt hittem, hogy itt át lehet rohanni. Innen a templomba kell. Szép volt. Oké. Okay. Na hát ezeket lerássoltuk a picsába, nem is kell. Vagy nem is... Ja, nem is kellett másik taktikát csinálni. Menni, pasz meg befele, azt lőni mindenkit, akit érsz. Ha most itt nekiállok bujkálni, fedezékből fedezékbe, akkor reggelig itt vagyunk. Ó, na, lootláda. Jó, el van rejtve. Egy jó sniper, az már rég volt. És ez... Assault Rifle. Hát majd megnézzük. Egyelőre jó ez. Más itt nem volt? Itt fönn, oda nem lehet fölmenni, jó. Fasza. Na jó, akkor menjünk. Gyerünk. Oké, na.
Meg kell sebezni őket. Az összeset. Mert amikor az egyik meghal, akit megsebeztél, akkor a többi, akit megsebeztél, elassul. Oké. Okay. Nézzünk szét. Azok meglövöldözzenek maguknak. Jó, oké. Lesz itt bőven. Oké, na most már azért figyelni kell. Hely, erről nem volt szó, bazd meg. Közben mellém jöttek oldalt. Jó, na gyerünk. Na. Na jó, van, menjetek a picsába, mi az, hogy itt éljük? Jó, hogy nem is ezzel a fegyverrel akartam menni eredetileg, jó, nem baj. Bazd meg, egy fegyverváltáshoz ki kell jönni a fedezékből, és ez komoly. Oké, hol vagytok? A faszomba. Ó, basz meg, jön egy ilyen nagy köcsög is. Jó van, azt nem is láttam. Na, csak sikerült elővenni a fegyvert másodikra, jó van. Hú, az anyádat! Erről nem volt szó, hogy beugrott már. Na! 26 milliót kellett rálőni, az igaz. Az igen. A gazon nem lehet átlőni, hát beszarom. Na, jó lenne eltalálni. Túl messze van. Az egyik pisztolyjal kb. Szétlőttem a sziklát.
Na most miért nem lehet oda? Hogy én mennyit kell már rálőni. Na gyertek. Gyere közelebb. És az a... mi a faszom ma? Mit csinál? Miért festékpisztollyal lő? Vagy mi az Isten? Nem ez valami smötyi genyó. Most ez mi volt? Ez jó pont, újra fog termelődni a skill. Na, legalább ez a köcsög megvan. Gyerünk! Jönnek még ilyen szarok, hála az égnek. Ez jó, ez gyors volt. Na, csak elcsíptem még. Ez tök jó, hogy újra töltésnél belassít. Ez rohadt jó. Ott rohangásznak. Várjál, mert valaki ott is van. Hülyének néz, azt hiszi nem látom. Mit kell nekem csinálni annál a kocsinál? El kell lopnom tőlük, vagy mi? Hello? Na, ennyit erről. Esküszöm nektek, az összes fegyver közül eddig nekem a pisztolyok jöttek be a legjobban. Esküszöm. Oké, ott vannak, nyugi. Oké. Okay. Hey, hát te! Valaki hogy keresztül lőtt a izén, mi? Oké, okay, ennek hagyjunk. Oké. Hú, bazd meg. Nem áll. Jön egy ilyen rohadék is.
szólnál el folyamatosan, hanem hagynád magad egy kicsit, mert így nem tudod szélni, hogy meg. Oké, megvan. Nagy. Így gondoltam. Nagyon ügyes vagy. Ja. Oké. Na, sikerül a pisztolyra átváltani elsőre? Sikerült! Hát ez nagyon jó. Aha, szórakozó volt meg. Na, csak hogy... Tisztállapban legyen téve itt a dolgok. Na, közelről bazd meg, rassz, nehezebb célozni közelről, ilyen extrém közelről. Ez még úgy megy. De az előbb az már túl közel volt. Oké, remélem ennyi volt. Nem, már hallom, hogy még kerepel valahol a rohadék. Na. Jó van, csak fölvette. Ez kicsit bágosan, de fölvette, ez a lényeg. Nem bánkódunk itt. Na. Azért volt idő kicsit körbenézni. Nagyon jó. Na, hagyd szóljon. Adjunk neki egy kicsit. Ó, basszus, azt hittem, hogy nehezebb lesz. Ja, innen nem lehet kiugrani. Na, 26-os szint. Várjál, hol a francba volt a reszokláda? Kettő class pointot kaptunk. Mi a franc? I'll scout the road to that gate up ahead. Hol a francba volt a ristokláda? Vagy restok? Vagy risztok? Baszom tudja, hogy kell mondani, kezi csókolom, én vidéki vagyok. Na. Újra akarom... ott is van egy journal. Újra akarom tölteni a fegyvert, mert ki tudja, mi vár ránk. Tanulva az előzőből. Itt egy lootláda. Oké. Mindjárt addig nem akarom rányomni ott az ére. Basszus pedig valahol volt. Ez meg már mi táborunk, mi? Na jó van, akkor nézzük azt a kocsit, hogy ott mi a francot kellett csinálni. Vagy már semmit? El is vette? Csak el kellett jutni idáig, azt mindenkit kinyírni a francba? Ezek szerint. Vagy ezt kellett kinyírni? Na jó. Akkor töltsünk újra. Itt. Az igazság, hogy visszafele úton akartam keresni valamit, de hát mindegy. És basszus, nem lehetett kinyírni azt a hülye picsát, mert a másik csajnak a látomásában volt, hogy ott kell, hogy legyen velünk. Most az az érdekes, hogy mivel hallgatunk azért a csajnak a látomására, ezért az valóra fog válni. Legalábbis úgy csináljuk, hogy valóra váljon. De ha leszarnánk, azt úgy csinálnánk, hogy én akarom, akkor kiderülne, hogy a csaj látomásai a hülyeségek. Az félre beszél.
Nem, most kell arra tovább menni, mint amit néztem az elején? Vagy mi a franc? Hova a francba kell már menni? Hát menjünk már, a jó Isten áldjon meg. Erre is lehet menni, meg erre is. Kezdjük balra, mert jobbra kell menni. Na hát, éreztem én. Hát jó bakancs. Na majd azt megnézzük. Bár mondjuk most azt hiszem, hogy epic cucc van rajtunk. Tényleg, hogy erre még senki nem gondolt, basszus, hogy olyan ruhagyártó cég, aki csinálni zét. Epic, mitől legendary, meg ilyen cuccokat. Mekkora win lenne már, basszus. Na, itt is lesz tűzharc. Ez tuti. Basszus, hogy rohadt megy ez a dzsungel. Vagy mi ez? Érdekes, hogy a nyersanyagok, meg amit lebontok a fegyverekből, azok nem telnek be sose. Nem, mint hogyha panaszkodnék miatta. Mentés. Ó, ja, itt is nagy dög lesz. Passza meg. Mérgezős genyó, kettő is, basszus. Hol van nyátok picsáját? Mi az Isten ez? Nem volt. Menjetek már picsába, jó, hogy nem már egy egész afgán falut rám nem küldtök.
az anyádat! Hát miért nem mész már picsába? Megfagyott. Ó, de rohadt lassan töltött úgy a bajt meg. Na végre! Faszom, maradjunk a pisztolynál. Ez nagyon szarok ezek, bazd meg azt. Papíron olyan sebzésük van, mint az atom, de bazd meg, a pisztolynál jobb fegyver nincs. Esküszöm neked. Ezt ha előbb tudom, akkor csak is kizárólag pisztolyra mentem volna. Pisztolyra meg, na esetleg sniperre. Hát itt semmi. De. Hát mekkora horda jött már, mi? Na ezt mondom, és ez így egy kicsit kiábrándító ebbe a játékba, hogy ennyi a kihívás, basszus, hogy többen jönnek, erősebbek, és nem az, hogy mit tudom én, valami trükkös, valami feladat, amit meg kell oldani, hanem mind ilyen tök egyszerű dolgok, és én meg, ez a rész kurva jól néz ki, de vannak olyanok, ami meg tiszta gagyi. És akkor, what the fuck? Igazából azért bontogatom le ezeket a szarokat, hogy egyrészt ne foglalja a helyet, menjen ez is. Egyszerűen olyan szar skilleket ad, hogy... Hát... Nem kell. Várja. Ez a pisztoly, ez jó, ez nekem tetszik, úgyhogy ez marad. A többi megmegy a picsába. Na ez mi? Újra tölt, hogyha 35% vagy kevesebb van a veszélyben. A kritikál, viszont a healing az eléggé szar neki. Toxic cucc. Azt lehet, hogy érdemes volna. Oké, itt is nagyon sok a life, légy. Próbáljuk ki ezt a kombót. Ehelyett pedig... Hát... Ez is life, légy. És jobb, mint az epic cucc.
megnézzük. Ja, várjál, van két class pointom, basszus. Na. Azért 20%-kal erősíti a weapon damage-et, az nem szar. ...15%-kal sűrűbben lehet használni ezeket a képességeket. Ez se rossz. Ha. Szerintem... ez... meg ez. És innentől ezek a damage-ek, ez kelleni fog. Na. Csak sikerült megtalálni a pontot, hogy honnan lehet bontani. Jó, eddig jó. Hát azon nem sokat sebzett. Ajajajajajajajajaj. Hogy ezzel egyesével kell lövöldözgetni, bazd meg! Túl sokan voltak. Na? Majdnem sikerült eltalálni. Oké. Mondom én a pisztolya, legjobb fegyver, basszus. Erősíti őket, bazd meg. Gyerünk! Hú, bazd meg! Na! Azt a kurva életbe! Hát ez kurva jó. Oké. Thank you.
Nerünk! Nerünk! Oké. Bazd meg! Pedig azt muszáj lekapni. Hogyha hagyom, hogy erősödjenek ezek a köcsökök, akkor rohadt erősek lesznek. Oké. Szóval akkor mindegy, akkor... Oké. Az igen! Bazd meg! Pofátlan köcsök! Hát menj már a faszomba! Te mekkora köcsök! Most az nem tudom mi volt, ami bejött ott a Discord-tal, de mindegy. Oké. Na, hát töltsed már újra, bazd meg, bazd szenvedsz már. Duplán tölt újra, vagy mi a fasz? Külön-külön tölti újra két pisztolyt. Oké. Bazd meg!
Oké. Arra futsam el. Meg, hogy jön még nagy. Nézd meg a kurva életbe, hogy kapjuk. Megvan. Oké, kapta. Hú, bassz meg. Nincs hova hátrálni. Nagyon fasza. Oj. Nézd meg, közelében nem voltam, és mégis. Baszd meg, hova a faszomba? Nincs hova menni. Az a baj, hogy... Az anyád ér, bacd meg, mellette szaladok el, és akkor is kapom, rohadj meg! Bacd meg, egy perc levegőt hagysz? Rohadjál meg! Egy perc levegővételt? Bazd meg, elfelejtettem átváltani. Oké. Addig, amíg a nagy nem jön, kibaszd meg. Gyerünk már! Küldjed már a kibaszok! Bassza elküldeni megint a skill. Rohadjál meg a skill! Ha az egyiket kinyírjuk, akkor jön. Na végre! Az a baj, hogy folyamatosan erősíti őket. Mondom, oké, a kurva anyádat bábozd meg, hogy mellettem vagy ezt. És akkor is adja bazd meg.
nézd meg! Elugrok mellette, és akkor is kapom, rohadjál meg! Oké. Benny Hill következik. Ó, basz meg! Azt egyszer csak megjelennek mellettem. Rohadjál meg abban a pillanatban, hogy lenne egy kis esélyem, rögtön izé. Letöri, basz meg. Még véletlenül se, hogy még a reményt is elvegye, basz meg, hogy... Kettes skillt nyomom már fél órája, basz meg! Az anyádat már! Most meg fogunk dögleni, aha. Kettes skillt így nyomogattam, az baszta beadni. Az meg nem is tudom mi lenne, ha egyszer egyből... Ó, basz meg! Ha egyszer egyből izé reagálna a játék arra, amit nyomok. Lehet, hogy könnyebb volna sokkal. Az anyád, csinál. Na jó. Csak hogy legyen esély. Gyerünk már! Na végre! Az a nyelvek helyet. Ez hogy? Oké. Meg. Gyerünk, hát elbírok ugrani mellette. Az igen.
nem hagyja meg a lassítást, basszus. Oké. Nézd meg. Dodzsolás közben lecsap. Muszájba az meg, meg fog jelenni mögöttem, vagy mellettem a sok szar, mi? Oké, talán. Anyádat! Már majdnem! A kurva életbe már! Egyszerűen a pisztolynál nincs jobb fegyver. Nem érdemes mással menni. Töltsétek gyorsan, azaz. Oké, okay. Mindegyik megsérült, ez a lényeg, mert újra töltésnél. Amelyik megsérül, az újra töltésnél izét. Lelassult, kap egy lassítást. Látjátok? Az a lényeg, hogy nem szabadna kinyírni, de muszáj, bassza meg. Az a baj, hogy erősíti őket. Úgyhogy nem tudok foglalkozni. Oké, ez legalább megvan. Áú! Jönnek mögüllem. Bász meg! Popátlan köcsök! Nézd meg, nem tudok hova menni, bász meg. Ez annyira idegesít, hogy nem tudok egy centit arrébb menni, mert annyira nem enged, rohadjon meg. A másik, ami meg idegesít, hogy bassza be a kibaszott skillt időbe, mikor nyomom. Hú! De dühít.
egyszerűen ne, vagy nem tudnak figyelni annyi gombra, egyszerűen nem tudják lefejleszteni azt, bazd meg, hogy figyeljen annyi gombra a játék. Vagy én nem tudom, hogy mi a faszom van, de nyomod a skillt, és nem, bazd meg, nem bírja beadni. Hát nézzük ezt, ez valamennyit heal-el, próbáljuk meg, epic. Hát ha. Nagy bizadalmam nincs benne, de. Igaz, hogy nem. Ja, de. Azaz, mindegyik sérüljön meg, ez a lényeg. Na jó van, faszomat, most már unom, bazd meg. Rögtön úgy kezdi, hogy átalakul, bazd meg. Oké. De így legalább van valamennyi pajzsom, meg életem, basszus. Miért nem előre dodgyolt, bazd meg? Ez is duplán izért, duplik. Hát, hogy közelről meg lehetne próbálni azért rányomni valamelyik fegyvert, hát a többet sebezne. Várj meg, ezt nem hiszem el. Most léptem szintet, bazd meg, megnöveltük a sebzést, és ló, bazd, picsák se vagyunk, bazd meg. Fátlan kökök. Nem akartam most benyomni, de... Na végre megdöglött az a rohadék.
Oké. Nem enged be, meg dodzsolni se már. Baszom. Rendesen fájnak az ujjai, úgy nyomom a gombot, bazd meg, hogy rendesen fáj az ujja. Rendesen, basszus. Oké. Okay. Oké, az megsérült. Oké, az is megsérült. Oké. Hol a másik? Kicsit körbevettek. Megy, hogy jön a nagy rohadék. Aha, körülöttünk megjelennek. Futok mögötte. Á, és nem tudok sem erre se szaladni, ez az idegesítő csak. Nézd meg, nem engedd bazd meg dodzsolni. Nem engedd meg bazd meg dodzsolás közben baszoda. Na jó. Hú. Még egy nekifutás, amiben valószínűleg meg fogunk dögleni. És utána holnaptól folytatjuk. Mert ki fogom idegelni magam, és szét fogom baszni a billentyűzetét a laptopnak, amit nem akarok. Pedig egyszerűen önkéntelenül is az ember erősebben nyomja azt a kibaszott gombot, amikor a skillt nem adja be akkor, amikor lenyomod a gombot, és nem a billentyűzet hibája, hanem a köcsög Outridersnek a hibája, hogy bebagol és bassza beadni a skillt időbe, amikor lenyomod. És rohadtul dühítő, mert pörgős a csata, az haladni kéne, de nem tudsz, bazd meg, mert föltart, és az pont elég egy 10 másodperc, hogy meg is dög lesz. Cikát zámába, az meg már nem lesz idő. Pécsába ideért a nagy tök.
jöjjetek már meg, bazd meg! Erősíti a rohadék. És pont beleszaladtam. Na jó, ennyit erről. Nem gyerekek, nem akarom szétbaszni tényleg azért a számítógép billentyűzetet. Úgyhogy... az egyik kicsomagoló videóban ebbe is lesz majd megoldás. Holnapi nap. Úgy, nekem ez most így egy kicsit sok, már megint eljutottunk oda. Majd holnap újult erővel belevágunk, korán reggel, mármint nekem korán reggel. Mutatok egy kis sneak peeket. Lesz benne teljesen full konzumer termék is, ami kifejezetten ilyen olcsó, azért, hogy legyen. Pillanat. Na. Holnap ugye... Oké, fasza. Na, holnap megnézzük ezt. Ez már biztos. Aztán... úgy akarom mutatni, hogy nem mutassak belőle túl sokat, de azért nagyjából lehessen sejteni, hogy mi. Ez azért, hogy ne verjem szét azt, ami be van építve. Melyik oldal? Az a baj, hogy így meg abszolút nem látszik majd, hogy mi lesz ez a baj. Szemből viszont a mutatom egyből leesik. Na, ez az utóbbi kettő, ez egy konzumer olcsó, bárki számára könnyen beszerezhető cucc. Ez pont azért, hogy ne legyen az, hogy csak a csúcs cucc, hanem nézzünk egy kicsit olyat, hogy mit várhatsz mondjuk 5 és 10 ezer forint között. Tehát ami ugye legalja, de talán mégse. Meglátjuk. Tehát, hogyha nem akarsz több tízezret költeni ilyen apróságokra, apróságok, hát fontos dolgok már akinek, akkor megnézzük, hogy annyi pénzért mit lehet kapni. Úgyhogy ennyi. Ja, én is kezdem felszórogatni a fontosabb programokat, meg először is beálligatni a Windows-t, mert azon Windows 10 Pro van. Tehát itt kapásból lesz egy ilyen gond. Nem gond, nekem csak jó. Csak nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kell megcsinálni. És holnapra szerintem nem lesz teljes mértékben üzemkész, de hát majd meglátjuk. Majd igyekszem. De úgyis az lesz, hogy a legfontosabb az lesz, hogy ezt még toljuk, még holnap. Hát valamikor korán reggeltől nekem, nektek nem tudom, ez dél körül, vagy talán egy picit előbb. Aztán csinálom a tech videót, lehet, hogy holnap is lesz segítségem, nem tudom, mert ez még nem eldöntött, az majd kiderül. Ha lesz segítségem, akkor lesz Posi Mester, ha nem lesz segítségem, akkor lehet, hogy akkor is, csak akkor nem jut nagy szerephez, de majd meglátjuk. Úgyhogy ezen múlik a holnapi nap. Megpróbálok minél korábban jönni, az se baj, ha esetleg, hogyha nem tudtok jönni, akkor is lenyomom minél hamarabb, hogy haladjunk. Aztán majd meglátom, hogy hogyan tovább. Aztán lehet, hogy marad ez a gép addig szolgálatban, amíg végleg az örök vadászmezőkre nem küldöm az Outriders-t, de én személy szerint már rohadtul unom.
ezt a részét, egy-két jó rész van. Olyan ez a történet, hogy a könyv élményeimhez hasonlítsam, mint a Katedrális. Nem tudom, hogy olvastátok-e a Katedrálist. Na hát az olyan, hogy vannak bizonyos oldalak, amikor azt mondod, hogy nem bírod letenni a könyvet, mert annyira izgalmas, és vannak utána egy csomó oldal, ami olyan, hogy ha frissen kelsz föl, frissen zuhanyoztál, 45 kávét benyomtál, akkor is elalszol rajta, mert annyira rohadt unalmas, és ezek váltakoznak. Nem is tudom, ilyen 400 oldal körüli terjedelemben. Szóval agyfasz. Tisztára Outriders. Az is csak itt más aspektusa van. Itt van jó része, meg van szar része. De az a baj, hogy egyre több a szar rész, és nagyon kicsit adagolják a jó részt. Na mindegy. Holnap még nyomjuk. Aztán nem tudom, majd Norbi annyit... Hát nem tudom. Jobb? Na mindegy, majd ezt megbeszéljük. Na jó nap. Reggel, vagy valami. Valamikor. Mert van egy kérdésem. Ó, jó van akkor. Akkor jó van, akkor ne basztass, Szandi. Majd akkor holnap beszélek vele, ha más nem a csoportba. Mert lenne egy kérdésem, csak hát az technikailag megvalósítani, az egy rémálom nekem, de nem lehetetlen. De mindegy, majd ez holnap akkor. Ja. Na jó van, akkor viszont elköszönök én is, jó éjszakát, még jó puszi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, meg láttátok, hogy szenvedek, meg bénázok. Remélem, hogy ez holnap megoldódik már, de hát majd kiderül. Jó? Na. Holnap jövök, ahogy lehet, azt ennyi kb. Örülök neki. Na, sziasztok, holnap találkozunk. Cső!